A teljes munkaidőben alkalmazásban állók a KSH legfrissebb adatai szerint bruttó 567.800 forintot kerestek idén májusban. Országosan a nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 377.600, a kedvezményeket figyelembe véve pedig 391.500 forintot ért el. A fogyasztói árak ezzel szemben 21,5%-ot emelkedtek, ami azt is jelenti, hogy a keresetek reál értéke 3%-kal csökkent. Az országos átlaghoz képest vármegyénkben jóval alacsonyabbak a bérmutatók, ami annak is köszönhető, hogy térségünkben jóval magasabb a közfoglalkoztatottak aránya. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei keresetek egészen pontosan az itteni székhelyen rendelkező munkáltatók által foglalkoztatottaknak a keresete az országoshoz képest közel 30%-kal voltak alacsonyabbak májusban. A bruttó átlagkereset itt 397.900, a nettó pedig 264.600 forint körül alakult. Közfoglalkoztatottak nélkül ezek az értékek magasabbak, a bruttó átlagkereset itt 436.200 forint volt. Hogyha egy kicsit hosszabb időszakra tekintünk vissza, akkor egy lassú felzárkózási folyamatot láthatunk. Még a koronavírus járvány előtti utolsó évben, vagyis a 2019-es évben a vármegye bérei az országos átlagnak 69,5%-át tették ki, tavaly ennél már 2%-kal kedvezőbb arányt mérhettünk. Az átlagkereset szintje és növekedési üteme ágazatonként eltérő képet mutat. 2023 májusában országos szinten 1 millió forint feletti bruttó átlagkeresetet mértek az energiaipar és a pénzügyi szolgáltatások területén. Ezzel szemben a szálláshely szolgáltatás és vendéglátás területén a bruttó átlagkereset valamivel több, mint 370.000 forint volt májusban. A növekedés mértéke is az energiaipar területén volt a legmagasabb, itt majdnem másfélszer annyit lehet keresni, mint egy évvel korábban. A legkisebb mértékben az egészségügyi szektorban emelkedtek a bérek alig 8,5%-kal. Mindez országos adat, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye ettől kicsit eltérőbb képet mutat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye idei májusi adatai szerint itt is az energiaszektor fizetett a legjobban, a bruttó átlagkereset 700.000 forint felett alakult ezen a területen, míg a legalacsonyabb bruttó 309.000 forint körüli béreket a szálláshely szolgáltatás és vendéglátás területén mértünk. Az előző év azonos időszakával összehasonlítva a keresetek növekedése tekintetében az országoshoz hasonló trendeket láthatunk. A legnagyobb mértékben 40%-ot is meghaladó ütemben az energiaszektorban dolgozók bruttó keresete növekedett, szintén az egyhavi különjutatásoknak köszönhetően. A legkisebb mértékben ezzel szemben a művészet, szórakoztatás, szabadidő területén foglalkoztatottak keresete nőtt, itt 4,2%-os növekedést mértünk. Bár látszódik a lassú felzárkózás, ezekkel az adatokkal Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye az országos lista utolsó helyén áll.